Vágúr! Ragyogó szép napot mindenkinek! Itt személyesen a nap beszél, és ez itt a Szárnyhíradó. Örömöm szavakkal nem leírható, hogy ma is itt vagytok. Vágjunk is bele a gaming világ legújabb híreibe. Csalókat senki nem szereti a játékokban, és még a csalók sem. De hogyha egy streamer vagy professzionális játékos vagy, akinek nap mint nap potenciálisan több órán keresztül kell szembenéznie a játékvilág egyik legfrusztrálóbb helyzetével, akkor egy kisebb indulat azért fel tud gyülemleni. Egy dolog pedig talán még rosszabb annál, hogy ha sok a csaló, az pedig az, hogyha az adott játék fejlesztői látszólag nem próbálnak tenni ellene semmit. Bobby Pov Gamingnek egy Warzone tournament során szembe kellett néznie egy egyértelmű aim hackerrel. Először a reakciója teljesen visszafogott volt, de aztán elpattant valami. Oh, 100%. I just saw the kill cam. God f***ing damn you, Activision! You greedy motherfuckers! I'm trying to make a f***ing living here, and you f***ing greedy corporate f***ing can suck on my f***ing 18-inch cock! Two games in a row, I'm trying to make a f***ing living here! Two goddamn games in a row, dude! You greedy mother f***ers, dude! F*** you guys! You guys, dude, seriously, f*** Activision, dude. You guys are f***ing bullshit, dude. You greedy motherfuckers, dude. You guys are f***ing dog shit, dude. I cannot believe that. Two f***ing games in a row, Activision. I'm trying to do my goddamn job. Why don't you f***ing invest some money for f***ing two games in a row in the biggest f***ing tournament? You guys are f***ing stupid. Oh my god, Activision, you greedy corporate motherfuckers, dude! You don't know how to run a goddamn game! F*** you guys, dude! F***ing bullshit, dude! I have to deal with this shit for 15 hours a day! F*** you guys! Minden szavával egyetértek. Hogyha ezután nem tesz valamit az Activision, Bobby lehet, hogy legközelebb az irodájuknak az ajtajánál lesz egy fejszével. A Medium nevezetű horrorjáték január 28-án meg is jelent, és a fejlesztők egyáltalán nem panaszkodhatnak, ugyanis már a megjelenést követő pár nap alatt vissza is hozták a befektetett költségeiket. Én is egyből nekiveselkedtem a játéknak, és végig le voltam nyűgözve a hangulattól, amit kölcsönöz. A régebbi horrorjátékokra hajazó külső szemszöges kameranézet számomra sokkal jobban passzol, mint egy belső nézet, és még szerintem így ijesztőbb hatást is tud kelteni. Viszont az első 6 órás játszásom során egy kezemen meg tudtam számolni, hogy hányszor volt jumpscare, és abból is csak egyszer ijedtem meg igazán. Szóval, hogyha egy kicsit nyugodtabb, kalandozósabb és szó szerint átszellemülősebb horrorra vágysz, akkor tudom ajánlani. Egy pár bug sajnos viszont van, ami enyhén bosszantó, de remélhetőleg hamar fogják orvosolni, és szerencsére van megoldás mindkettőre. Bizonyos tárgyak a játék sztoriát egészítik ki, és egy mini puzzle van hozzájuk kötve. A lélekvilágban össze kell rakni az emlékfoszlányokat a mozgásért felelős gombokkal, és a megfelelő irányba nyomva őket tudjuk őket összeilleszteni. Viszont billentyűzeten jóval limitáltabb, hogy milyen szögben tudunk menni, és van, hogy egyik irány sem megfelelő a 8 közül. Ezért bizonyos részeket csak kontroller segítségével lehet megoldani. Ez nem jó. Mit csinálok rosszul? Várj, ez nagyon nem így kellett történnie. Ennél pedig sajnos még bosszantóbb, hogy a játék egyik pontjánál nem lehet tovább haladni egy láthatatlan fal miatt. Elméletileg ezt azzal lehet orvosolni, hogy visszamész egy mentéssel.
Az Nvidia-nak egy új szabadalma érkezhet a jövőben, ami forradalmasítani akarja, hogy milyen perifériával játsszuk a játékainkat és hogyan. A kontroller egyedisége, hogy egy trackball van benne. Az Nvidia az egér tulajdonságából a precizitást és gyorsaságot akar átemelni, míg a kontroller analógiából azt, hogy például a karakterünk vagy kameránk nézelődési sebességét könnyebben meg tudjuk határozni. A trackball nagy különlegessége az lesz, hogy ennek is van egy kiinduló null pontja, azaz mindig visszatér egy fix helyre, hogyha elengedjük. Egy szempontból viszont azért szkeptikus vagyok, hiszen az ujjunkkal sosem leszünk olyan precízek, mint a karunkkal szerintem, hiszen a hüvelykujjunkat nem minden irányba tudjuk ugyanolyan kényelmesen mozgatni, ellentétben a karunkkal, ami sokkal jobban tudjuk kontrollálni, illetve az erőkor is nagyobb és a stabilitás miatt az asztalra fektetve is szerintem jobb. Minden esetre kíváncsian várom, hiszen a haladás és kísérletezés kell a technológiának. A YouTube egy új remek funkciót kezdett el tesztelni, ami már ismerős lehet azoknak, akik a Twitch-en szoktak tartózkodni. Ez pedig nem más, mint a klippelés. Elsőnek csak egy pár kiválasztott tartalomgyártónál lesz ez a funkció elérhető, de idővel remélhetőleg mindenkinél ott lesz a kis klippikon. Ha erre majd rákattintasz, kivághatsz egy videó részletet, ami minimum 5, de maximum 60 másodperces lehet, és megoszthatod másokkal is. Miután pedig létrehoztad a klipet, a YouTube főoldalán oldalt lesz egy új menüpontod, ahol a klipjeid el lesznek tárolva. Így most már egy helyre gyűjtheted a kedvenc Sun Hero intróid. A Prime Gaming előfizetők nagy előnyben részesülhetnek februárban, ugyanis 8 játékot lehet majd beszerezni, teljesen ingyen, hogyha az 6 eurós előfizetéstől eltekintesz. A játékok, amikre lecsaphatsz, nem mások, mint a Spinch, Stealth Bastard Deluxe, Monster Prom Hot Seat, SimSanity, Table Manners, Algobot, Cyberhook és Little Big Workshop. A játékok mellett még in-game lootot is kiválthatsz a Prime-mal, például FIFA-ban, Red Dead Online-ban, LoL-ban és Destiny 2-ben. Mindemellett pedig egy ingyen feliratkozást is kapsz, amit elhasználhatsz a kedvenc tartalomgyártódra. A Cyberpunk hivatalos mod támogatása megérkezett. Akik a játékvilágát már is unalmasnak találnák, vagy csak az alapból kaotikus környezetét még több indokatlan hülyeséggel akarják feldobni, akkor ez egy jó hír számukra. A modderek ennek a lehetőségnek természetesen nagyon megörültek, és azonnal elkezdték a kreativitásuk kijelni minél jobb modokban. Természetesen a kezükbe adott hatalmat arra használták, hogy a játékélményt még jobbá tegyék, és érdekes járműveket vagy akár fegyvereket adjanak még hozzá. És csökkentsék mondjuk a bugokat. Nem. Persze lehet, hogy valakit ilyen nemes célok vezéreltek, de ennél egy kicsit vadabb dolgok is születtek. Mondjuk azt, hogy Keanu Reeves-zel intim pillanatokat is élhettünk át. Ha szeretnél egy szanos merchot nyerni, itt a remek alkalom, ugyanis jelenleg egy nyereményjáték fut. Annyit kell tenned, hogy felmész a Sunshopra és beregisztrálsz az oldalra, és már is nyersz lehetőséget az ingyen termékre. A hétvégén kisorsoljuk a nyertest, és e-mailben is értesíteni fogjuk. De hogyha nem nyernél, akkor se búslakodj, mert minden regisztrálónak küldünk egy 10%-os kuponkódot, amit egy vásárlásra fel is tudtok használni. Sok szerencsét kívánok mindenkinek! Köszönöm, hogy velem tartottatok a Sun Hero eheti részében. Hogyha tetszett, akkor tudjátok, hogy mi a dolgotok, illetve iratkozzatok föl, hiszen tudjátok, új nap, új hírek. Én Sun voltam, és ne feledjétek, Keanu Reeves-zel lenni egy ágyban az lélegzetelállító.